Főpróbának tekintettük a jövő heti rangadó előtt. Hát remélem, hogy van ettől jobb játékunk is. De végül is az első fél időben eldönthettük volna simán, tehát annyi sok lehetőségünk volt. Én a második fél időben se láttam olyan nagy gondot, egy kicsit visszább húzottunk, mivel nem nekünk kellett a győztes gólé menni, tehát a döntetlenül is tovább jutottunk volna. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük a mérkőzést. Ellentmondásos volt a felkészülés, igazából az edzőmeccseken nem teljes összeállításban voltunk. Most voltunk először úgy, hogy 3-4 embernek még a padról is le kellett maradni. Hát a játékos mozgással kapcsolatban igazából az Zolá Zolit igazoltuk, és a Králik Pistát. Hát remélem a Zoli kezdi utolérni magát, hát a Csájesz igazából ő egy súlyos sérülés után van, hát nem tudom, hogy mikor éri utána magát. Én szerintem mind a kettővel nyertünk. Igazából az első öt, mert sok mindent eldönt, hogy hol a helyünk. Remélem, hogy mivel ez hosszú távú menetelés, és igazából fiatal tetrekész játékosok vannak, bízom benne, hogy ott tudunk maradni az első háromba. A Heréd a 60-i játékosok nélkül is igazából erős volt, így, hogy leigazoltak egy pár embert még. Gondolom, ők is presztist csinálnak ebből az összecsapásból. Bízom benne, hogy a hazai meccseket hozzuk, és ugyanúgy szerepelünk, mint ősszel idegenben, akkor igazából az álmaink teljesülhetnek. Meg szeretnénk nyerni a bajnokságot. Ennyi. Hadi hoş bulduk.